szavaid gonoszsággal teliek, idegen. Menj vissza onnan, ahonnét jöttél, s ne térj vissza! Akkor készülj fel egy mészárlásra. Nekem ez nagyon furcsa. Miért akartak minket elkapni a darás katonák? Sajnos ez számomra is egy rejtély. Ezek zsoldosok. De hát valaki nyilván felbérelte őket. Legott. Ki lehet az, akinek fontosak lehetünk ennyire? Csak annyit akartam, hogy kényeztessenek engem halálra bomba nők. A francba. Aj, nem akarom, hogy veszélybe kerüljenek az én hülyeségem miatt. De valahogy el kell kerülni ezeket a páncélozott rovarokat. A kérdés az, hogy hogyan. És mi lenne, ha a mézes mázas barlangon átmennénk? Hogy gyorsan átkelhetünk a köthegységen, legott. Arra kikerülhetjük a darás katonákat? Igen, de számolnunk kell még a barlang. Jó, most nincs idő a részletekre. Irány a mézes mázas barlang. Biztos vagy benne, Medi? Ha lehetne, inkább elkerülném azt a... Persze, induljatok csak el, miközben beszélek hozzátok. Ne panaszkodj már annyi, Spike, inkább szedd azokat a cuki lábaidat. Ezt nem teheted csak úgy meg. A trónt a királycsád leszármazottjai birtokolják, akik... szóval ez nem jött be. Na végre. Végre. Hazajöttem. Hú, teljesen leolajoztam magamat. Na de, hallottam, hogy itt vendégül a fény harcos a kastélyban is. Kik ezek a maskarások? Ez nagyon furcsa. Pedig ide zártuk be napokkal ezelőtt, és csak az őröknek meg a királyi család tagjainak van ide kulcsa. Hát megérkeztük. Ez a mézes mázos barlang bejárata. Apropó, csak úgy kíváncsiságban, miért hívják mézes mázos barlangnak? Az egykori felfedezőjéről kapta a nevet. Mézes mázos Belrondról. Hogy érted, hogy egykori? Belrond megpróbált a barlangon keresztül átjutni a köthegység másik oldalára, de azóta senki sem látta. A legenda úgy tartja, hogy a barlang gonosz lakója felzabálta és kicsontozta. Nem úgy volt, hogy kicsontozta, aztán felzabálta? Legott. Annak semmi értelme. Srácok, mielőtt bemegyünk, dobok gyorsan egy barna macit, mert már a történettől karccal a vége. Rendben, megvárunk. Legott. Mi nyomja a szívedet? Legott. Erinre gondolok. Vajon mit csinálhat most? Ki lehet most az ő élete választottja? Darás katona! Dehogy is! Azért van ízlése. Nem arra értettem, Spike! Fedezék be! Júj! Jaj ne! Medi is pont arra ment! Meg kell mentenünk, legott! Aj, még jó, hogy hoztam magam a Woody papírt. Csak sajnálom, hogy nem erre akartam felhasználni. Spike, te vagy az? Sötét lovag? Ki van ott? Dead! Most vagy?
vagy olyan büdöset szartom, hogy káprázik a szemem, vagy tényleg te vagy? Miért nem szólt, hogy visszatértél? Annyira aggódtam miattad, hogy csak úgy szó nélkül eltűnsz a francba, aztán pedig újra megjelensz itt. Sajnálom. Aj, nem tudok rád haragudni. Bár, de igen, mégis tudok. Aj, ne haragudj, de annyira hiányoztál. De hogy tehetted ezt? Azt hittem, hogy végre megtaláltam az igazi lelkitársamat, érted? Aki betölti azt a lyukat a szívemen. De megint csalódnom kellett. Nézd, sajnálom, de nem maradhattam ebben a világban. Most sem értem igazán, hogy hogy kerültem ide, de a húgom veszélyben van, és szüksége van ránk. Ránk? Támadás! Legott? Szia, sötét lovag. Szia, Spike. Na hát, megint összementél. Na jól van, nem szólok többi hozzátok. Nem szükséges velem jönned, ez a kaland most nagyon veszélyesnek fog kinézni. Nem kell pátyolgatni, tudok én magamra is vigyázni. Hát jó. Nagyon furcsa szak terjeng itt. Legott. Mint a romlott farkas hús. Medi, bölcsebb lenne, ha visszafordulnánk, amíg még lehet. Jaj, ne fossatok már, ez csak egy barlang, nem már... Medi! Suka!